Hello! Tudjátok, mit szeretek nagyon csinálni? Hát enni. Szóval ma egy mit eszem egy nap videót fogok nektek készíteni. Általában mindig kávéval indítom a napomat, szóval ez most sem volt másképpen. Kókusztejből készítettem kávét magamnak. Azért ez nem igazi, mint a finom tehén tej, mert ez nem homposodik fel annyira. Most egy picit fáj a torkom, szóval ezért ma meleg kávét csináltam, és nagyon jó esett. Jól meg szoktam édesíteni, hogy elnyomja a növényi tejnek az ízét, úgy azért tűrhető. Paleo palacsintát készítettem egyébként, ami mentjel és ananásszal fogyasztottam el. Nagyon szeretek még hozzá mogyoróvajat is enni. A DM-be kapható ilyen bio mogyoróvaj, szóval azt szoktam általában enni hozzá. Viszont egyáltalán nem édes, szóval erre még szoktam vagy mézet, vagy agavi szirupot folyatni, és nagyon finom. Ezeket a paleo palacsintákat egy picit nehéz megsütni, hiszen nekem a tojást chia magokkal kell helyettesítenem. Tojás érzékeny vagyok, ezért a chia magokat először vízben feléleszem, és utána keverem hozzá magához a masszához, de ettől annyira ragad, hogy tényleg alig lehet a serpenyőben megfordítani. Emiatt nem is olyan szép, viszont az íze az annál jobb. Ez az egyik kedvenc palacsintám. Nyilván nem ugyanolyan, mint a mama finom, vékony, kakós palacsintája, de ezért egy egészséges alternatíva, amit én nagyon szeretek enni, és boldog vagyok, hogy legalább tudok valami édességet így az érzékenységeimmel is enni. Most már egyre jobban kezdem felfedezni, hogy miket tudok megcsinálni, és hogy milyen alternatív receptek vannak, és ez is egy közülük, amit mostanában gyakran szoktam csinálni. Ebéd előtt egy kis nasira mindenképpen szükség volt. Az Aldiban szoktunk venni kész avokádó krémet. Nyilván az otthon elkészített, az szerintem sokkal frissebb és ízesebb, viszont ez azért tetszik nekem nagyon, mert nem kell elkészítened magadnak az avokádókrémet, hanem csak felpattintod a doboznak a kupakját, és már eheted is. Répát tettem hozzá, és egy nagyon finom nasi. Néha csak ennyit vacsorázok, hogyha nem vagyok annyira éhes, és tök jó laktató. De ebédre egy saját receptet találtam ki, amire annyira büszke vagyok, mert szerintem nagyon-nagyon finom lett. Egyik nap vettünk gombát, és már érződött, hogy minél előbb el kell fogyasztani, mert különben tönkre fog menni, szóval gondolkoztam, hogy mit tudnék bele csinálni. És az ötletem támad, hogy egy kis csirkés, tejszínes, paradicsomos, gombás tésztát fogok csinálni. Megfőztem gyorsan a teljes kiöldésű tésztámat, felszelteltem a gombát, ezt jó alaposan pucoljátok meg, biztos, ami biztos. Én a gombától mindig valahogy félek, hogy nehogy valami olyan részét fogyasszom, amit nem szabad, de azért jól megtisztítottam, bedobtam a serpenyőbe, közben sült a hús is, amit felszelteltem, amint kész volt, és utána a tésztával mindent összekevertem, adtam még hozzá paradicsomot, és a paradicsomot minél hosszabb ideig süssétek, mert akkor jó édes lesz a végén, és amikor ráharapsz, akkor elolvad a szádban, szerintem az nagyon finom. A végén adtam hozzá egy kis növényi tejszínt, de természetesen sima tejszínt is adhatok hozzá, és tálaltam a gombás tésztámat. Olívaolajjal locsoltam még meg, megadtam hozzá bazsilikomlevelet, ami szerintem amellett, hogy egy kis szint is vitt bele, az ízének is nagyon jó tett, és készen is volt az ebédem. Szerintem nagyon jó ötlet, lehet nagyobb adagban főzni, hiszen ez segít neked abban, hogy előre gondolkozz, és akár el is tudj rakni abból, amit megfőztél, szóval a következő napon megspórolhatod a főzést. Én is így tettem, egy kis salátával raktam el ebből a tésztából, szóval holnapra letudtam a főzést. Mielőtt rátérnék az ebéd utáni nasimra, szeretném megköszönni az EU diákoknak, hogy támogatták ezt a videót. Aki még nem hallott az EU diákokról, ők egy olyan iskola szövetkezet, akik diákoknak segítenek munkát találni. Szerintem érdemes kihasználni a nyári szünetből fennmaradó időt arra, hogy elmenjetek dolgozni és munkát vállaljatok, és ebben az EU diákok lehet a segítségetekre. Látogassatok el a Facebook oldalukra vagy a honlapjukra, és ott minden lehetőségről értesülhettek. Szerintem érdemes ebben belevágni és nyitott szemmel járni. Szóval mindenképpen csekkoljátok le ezeket a lehetőségeket. Általában ebéd után valami édesre vágyom, szóval most a kedvenc fekete csokimból ettem. A fekete csokik általában tejmentesek, szóval ez nekem szuper, mert ugye tejérzékeny is vagyok. Ez még cukormentes is volt, szóval extra egészségesnek éreztem magam, miközben megettem, nagyon finom is volt, jól esett. Most jövök a mentesboltból, és beszereztem néhány dolgot,
ami fel tudok majd használni a receptjeimhez. Van itt vörös löncsetészta, nincs benne se tojás, se semmi, szóval vegán. Ezt mandulalészt, mert majd szeretnék ilyen paleó kekszet csinálni, fekete csokival. Van itt még ez a kedvencem, ez vegán sajt, és tök sok van benne. Szóval arra gondoltam, hogyha például ilyen töltött cukinit csinálok, akkor ezt rá tudom olvasztani, ugye, hogyha hússal töltöm. Van itt még cashew dió fűzőtejszín. Vacsira egy könnyed wrapet készítettem magamnak. Pontosabban kettőt, mert hogy most, amit vásároltunk wrapeket, azok kicsit kisebbek voltak, szóval úgy éreztem, hogy ebből simán be tudok kettőt is vágni akár. Az egyiket humusszal kentem meg, a másikat avokádókrémmel, és rengeteg zöldséget halmoztam rájuk, többek között hajmát, paprikát, uborkát. Ezt nagyon sokféleképpen szoktam variálni, ezt a receptet. Szoktam rá sajtot rakni, most éppen békönt raktam, de tényleg ami éppen itthon van, azt szoktam rárakni. Múltkor az Alice barátnőmmel készítettünk wrapet, és ő sajtot is rakott bele, és meg is pirította egy ilyen panini sütőszerűségben. Annyira finom volt, mert elolvadt a sajt, és ez így össze is tartotta a zöldségeket, meg úgy adott neki egy pluszt, ami szerintem nagyon jó volt. Mostanában legtöbbször, amit így szoktam még belerakni, az a sonka, az is szerintem nagyon jól illik hozzá, de tényleg ami otthon van, azt beledobálhatjátok, és egy tök jó vacsora, és nagyon jól is néz ki, és amúgy még egészséges is. Mondjuk attól függ, hogy mit raktok bele, hogyha ezt így nutellával csináljátok meg fillecukorral, amit amúgy ajánlok, mert az úgy isteni, már én is próbáltam. Hogyha úgy csináljátok meg, akkor nem biztos, hogy annyira egészséges, de így finom, friss zöldségekkel szerintem nagyon jó. Napközben ez az üveg szokott nálam lenni, és kirakom csak simán az asztalomra, és sokszor megtöltöm. Nagyon gyakran elkezd fájni a fejem, hogyha nem iszom eleget, szóval nagyon figyelek arra, hogy hidratált maradjak, és ti is figyeljetek, mert nyáron több folyadékot veszít a szervezet, ezért fontos, hogy ezt pótoljuk. Hajnali, mindjárt négy van. De most vágom a videót, és észrevettem, hogy nem vettem fel semmilyen befejezést. Szóval csak szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. És nézzétek el, hogy nincs rajtam smink se. Remélem, hogy csodás napotok van. Találkozunk a kövi videóban. Dobjatok egy lájkot erre a videóra. Hogyha korot találtátok, puszillak titeket, sziasztok! Egyébként nézzétek meg, milyen menő ring lightom van. Annyira jól be tudom vele állítani a fényességet. De akár ilyen egész sötétre is. Hú. Nagyon jó. Vagy ezt így nagyon szeretem, meg tudom állítgatni. De meg is mutatom, megfordítom, mert annyira tetszik. Nézzétek ilyen. És akkor ugye a telefonomat is bele tudom akár ebbe rakni. Hát egy ilyen azért jól jön, hogyha este is néha rám jön a videózhatnék, mint most például hajnali 4-kor. Oh, listen honey, if I told you about the way that I felt. Waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sun.